Idén második alkalommal adták át Pécsen a Bertók Lászlóról elnevezett költészeti díjat. Ez alkalommal a budapesti Tóth Krisztina József Attila díjas író, költő, műfordítóra esett a választás. Fontosnak tartja, hogy Bertók László szellemi öröksége ilyen módon is tovább éljen. A művésznő folyamatosan dolgozik, regényt, novellás kötetet ad ki. Ez a díj képviselje azt a szabad és kritikus szellemet, ami az ő költészetét és munkásságát jellemezte. Most könyvhétre jelent meg a Majom szeme című regényem, most pedig egy novellás kötetet állítok össze, és folytatom a gyerekeknek írt Malac és Liba sorozatomat is, tehát meséken is dolgozom. Minden, ami a külvilágban történik, az hat a szövegekre, és minden megjelenik természetesen a novellákban, versekben, ha nem is közvetett módon, hanem áttételesen, történeteken keresztül, de megmutatkozik, hiszen az írók a legközvetlenebb módon reagálnak a valóság történéseire, rendkívül érzékenyen engedik át magukat mindazt, ami a világban zajlik. Tehát természetesen a Majom szeme című regényben is nyoma volt mindennek, és azt hiszem, hogy a következőben megjelenő novellák is tükrözik majd, hogy milyen világban élünk mostanában. Bertók Attila, a költő fia, és Ágoston Zoltán, a jelenkor főszerkesztője, közösen hozták létre még tavaly a Bertók Lászlóról elnevezett költészeti díjat. A főszerkesztő ötlete alapján és Bertók Attila támogatásával valósulhatott meg a díj alapítása. A díj koncepciójában nem nagyon szóltam bele, az, hogy költészeti díj, az is a Zoltán ötlete volt, hogy csak költők kaphatják meg, és azt gondoljuk, hogy életmű, valamennyire az életműt elismeréseként, tehát már volt valaki, akinek a neve már jelent valamit ebben a szcénában. Tavaly Partján Lajos kapta meg a díjat, ez teljesen egyértelmű volt, édesapámmal nagyon jó kapcsolatot ápolt, mester, tanítvány, oda-vissza, mind a ketten volt, egymásnak voltak mestere és tanítványai, ha úgy tetszik, szóval az teljesen egyértelmű volt, hogy ő lesz az első. Idén pedig Tóth Krisztina, szintén jeles költő kapta, vagy kapja, vagy nem tudom, múlt idő, jelen idő, kapja a díjat. Az első díjat ketten döntöttük el Zoltánnal, hiszen az annyira egyértelmű volt, most pedig már maga Lajos is tagja ennek a kuratóriumnak, és Takács József még pécsi irodalmár, tehát így vagyunk négyen. A díj egy kis plasztika, Nagy Márta képzőművész alkotása. Nekem fontos volt az, hogy a díj kézzelfogható legyen. Nagyon szerettem volna, ha nem csak egy oklevél, meg a pénzutalom, hanem valami olyas, amit ki lehet tenni a polcra, ami kicsit több annál, mint valami, ami a fiókban elfér. Ezért fontos volt számomra, hogy egy műalkotás legyen. Tavaly nem találtuk meg erre a partnert, idén Nagy Mártára rátaláltunk, és ő visszamenőleg a Lajosét is elkészítette, és Krisztinát is. És ráadásul különböző a kettő, tehát nem az van, hogy mindenki ugyanazt kapja, hanem mindenki személyre szabott díjat kap. Ágoston Zoltán főszerkesztő arról beszélt, milyen feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki ezt a rangos költészeti elismerést megkaphassa. Visszaemlékezésében Bertók László személyét emelte ki. Ez a gondolat abból a hiányból fakadt, tehát elsősorban először is egy oka volt, és aztán egy célja is lett. Az oka az volt, az a hiány, amit a Laci halála által beállt, tehát az a fájdalmas veszteség, az, hogy nem találkozunk vele, és nem jön hétről hétre be a jelenkor szerkesztőségébe, és nem mondja el, hogy mi van vele, és nem kérdezi meg, hogy mi van velünk. Mindig odafigyelt ránk, és mindig nagyon fontos volt számára a jelenkornak a közössége. Ez volt tehát egy ilyen közvetlen és elég személyes oka annak, hogy ez az ötlet megfogalmazódott. A célja az onnantól kezdve, amikor azt gondoltam, hogy ennek a dolognak már pedig lennie kell, hogy egy ilyen autonóm és eredeti költő emléke fönnmaradjon. Ez az egyik cél, tehát amit most mondtam. A másik pedig az, hogy a hozzá hasonlóan autonóm költészet, kortárs költészetnek az alkotói erősebb megbecsülésnek örvendjenek. Ilyen formán tehát akkor azt is mondhatom, hogy a feltétel az önmagában az, hogy egy már elég jelentős és eredeti költői életmű jöjjön létre
Ennél igazából nagyon többet vagy, ennél konkrétabbat nem is érdemes mondani erről, hogy mi a feltételrendszer. Az ünnepélyes díjátadóra a panófilharmonikusok is készültek. Amikor egy évvel ezelőtt tűnődtünk azon, hogy mi lehet ennek a díjnak egy ilyen méltó zenei megjelentése, akkor jött a gondolatunk, hogy kicsit akár az Oscar-díj mintájára legyen ennek a díjnak egy saját zenei anyaga, amely minden alkalommal megszólal, bízva abban, hogy az a díj 20 év múlva, 40 év múlva, 100 év múlva is átadják, és a magyar irodalmi életben megtalálja maga helyét, és valóban értékké és hagyománnyá válik. Így aztán Balogh Máté zeneszerzőt kértük fel egy évvel ezelőtt arra, hogy írjon egy zeneművet, ami ennek a díjnak, ha úgy tetszik, a zenei logója. És ez a díj átadásakor minden évben felhangzik majd, így ma este is. Tavaly ebből hangfelvételt is készítettünk, hogyha egy olyan év lesz majd, amikor a PFZ külföldön van, vagy egyáltalán az elfoglaltságai nem teszik lehetővé, akkor is ez mindig bejátszásra kerülhessen. De idén nincs erről szó, vannak filharmonikusok színpadra lép, és a díj bejelentése után, a díjazott megnevezése után elhangzik majd az a zenemű, Vas András karmester úr dirigálásával.